felütés jobbal teste, ez meg is zavarta a német kislányt, és Beinszke azonnal észreveszi, hogy itt most valami nagyot alkotott. Nagyon jó első menetet láthatunk Belinszky Krisztinától, összeszedetten, jól felépítve a támadásokat, gondolkodva és jó ütemben ütve a jobb egyeneseket, jó ütemben ütve a felütéseket, jó ütemben ütve az összetett ütéseket, egyértelműen megnyerte az első menetet. Na hát ezt vártuk Krisztinától. Látszik, mert szép tempókat ütök, jó? Metzger Józsi titokba akarja tartani, mondani valójában, mert amúgy is éreget hangú ember, de még suttog is a kislány fülébe, akkor mi abból nem sokat hallunk. Na nem baj, majd kitaláljuk, hogy mit mondott. Nagy már szurkolás miatt elment a hangja. Na, nézzük a második menetet. Nagyon igen. Szép, úgy kezdi az elsőt, ahogy befejezte, a másodikat, ahogy befejezte az elsőt. A lányok nem annyira képzettek, még a fiúk, mint a fiúk, de amit besújkolt Belinszky, én azt hiszem, hogy azt maximálisan tudja hozni. Hát főleg a jó egyenesek, és ahogy láttuk, egy-két testütés. Szép volt újra, bal egyenes jobb felütés kombinációval a felütés simán elérte az ellenfél testét, értékelhető ütés volt. Szinte a semleges sarokból indította ezt az ütőt Belinszky. És föláll belőle Kvasdor. De milyen fontos volt. Pont álcsúcsa, hogy a nagy könyvben megvan élve. Fuva. Bíró még megkörölgeti a kislány kezét. A rögtis időt neki pihenésre. Nincs teljesen magánál még Kvasdor, erre ő sem számíthatott. Hát persze, aki így védekezik, az elesik egy ilyenbe. Krisztina nem szabad, elő kell készíteni továbbra is az ütéseket. A német lány most az életért küzd, talpon maradásért küzd. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy most mindenáron el kell sarabolni, mert úgy nem fog kijönni az a nagy ütés újra. Nagyon jól észrevette Kriszta azt, hogy a bal kezét ellen csingeti a melkasánál Kvasdor. Megint eltalálja és megint jobbal indított most Belinszky. Igen, jó volt a tanács Metzger részéről, nem erőlködött, így nyugodtan mondta a tanítványának, és ő meg ezt meg is fogadta. Két ponttal a miénk ez a menet is. Hát ha így alakul a mérkőzés, akkor hátradőlhetünk lassan. Igen, hátradőlhetünk, mert most mondta Metzger József, hogy dőlj hátra. Persze ő Belinszky Krisztinának. Továbbra is suttog Metzger. Vissza jobb bal halogat, és akkor megvan a meccs. Bal jobb, vissza jobb bal halog. Olyan szépen meg volt ütve, hogy még egy ilyen is. És akkor megütöm jobb bal, akkor egyből alá velük, jó? Egyből alá velük bal fölött és bal fogot, amit gyakoroltunk. Vissza jobb bal fölött és bal fogot. Vége kell. Nem akarom minden állon befejezni. Szépen, komótosan ugrazgatom, amit gyakorolt. Jó? Amikor gyakoroltunk szépen.